Az Éből 206 című koncertre készül az operazenekar a Jókai utcai próbateremben. A képeken látott pillanatokban még abban a tudatban, hogy műsorukat néhány nappal később már be is mutathatják a hallgatóságnak. Nem sokkal a próba befejezése után érkezett a hír, hogy a hangverseny a veszélyhelyzet életbe léptetése miatt egyelőre elmarad. De bármikor is hallhatja majd a közönség az eredeti időpont helyett, különleges élményben lesz része. A zenekari építés, a zenekari hangzás, a zenekari együttjáték, a zenekari stílus játéknak egy olyan fajta mérföldkövei ezek a koncertek, amiken dolgozunk, amely lehet, hogy a mindennapos repertoár előadások során nehezen kialakítható, létrehozható. Gyertek és próbáljatok csak forte most, jó? Legyen esély, hogy egy picit próbált konkurantán tartani. 121 direkt. 121. Az operaháza tervező építészlegenda Ybl Miklós születésének évfordulóján hagyományosan megrendezett Ybl koncerteken minden évben elhangzik egy Mahler mű. Illetve egy másik olyan jelentős komponista szerzeménye, aki Ybl kortársa volt, és szoros szálak fűzik a Magyar Állami Operaházhoz és annak zenekarához. A zenekar az Ybl 206 hangverseny első részére Gustav Mahler budapesti tartózkodása alatt írt első szimfóniájának Blumine tételével, illetve az 1900-ban született Rückert dalokkal készül. Jó, első taktus megvolt, másodikán már gondunk volt. Egy, két, ír! Ott jártunkkor pedig azt a ritkán játszott, rendkívül nehéz művet próbálták, amelyet a koncert második részében adnak majd elő. Dohnányi Ernő szintén 1900-ban szerzett első szimfóniáját. Csoda kis darab. Az első pillanattól az utolsóig tele van sziporkákkal. Nincsen olyan téma, amelyik ne kerülne elő valahol máshol a darab folyamán, egy kicsit más köntösben. És ezt úgy kell előadni, hogy a néző észrevegye, hogy hoppá, ezt már hallottam valahol, és mégis más. A zenekari koncertek jellemzője, hogy az együttes muzsikusai szólisztikus feladatokban is megcsillogtathatják tehetségüket. Dohnányi műve erre a Brácsa szólamvezetőnek, Inhof Anitának ad majd lehetőséget. Nagyon kevés olyan darab van a szimfonikus irodalomban, amiben egyáltalán bármilyen szóló lehetősége van a Brácsának, ezért különösen nagy öröm számomra, hogy ezt eljátszhatom. Arra, hogy mindezt ne pusztán a próbateremből, felvételről halljuk, a tervezetnél hosszabb ideig kell ugyan várni. De a zenekar az Erkel Színház színpadán is megszólaltatja majd Ybl kortársainak remek műveit, Kocsár Balázs főzenei igazgató vezényletével, Sök Atala énekes szólista közreműködésével.